19 kitüntetés, település alapítási ünnepség. Átadták a megbízó levelet, Simonka György megkezdte mandátumát. Országos népzenei minősítő több mint 40 együttes Orosházán. Jó estét kívánok! Önök az Orosházi Városi Televízió április 27-ei pénteki hírműsorát látják. Köszöntöm a kedves nézőket, jövünk a részletekkel. A munka, a kenyér és a tudás a mi örökségünk, mondta Dávid Zoltán polgármester a település alapítás 274. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségen az evangélikus templomban. Az eseményen a hagyományoknak megfelelően kitüntetéseket is átadtak. Mint Dávid Zoltán beszédében emlékeztetett, ismét eltelt egy esztendő, mi pedig megállunk, hogy a rohanó hétköznapokat felváltsa egy kis időre az ünnep magasztossága. Április 24-e, Szent György napja, mágikus nap, melyhez számos hiedelem kapcsolódik. 274 évvel ezelőtt a bűvös napon érkeztek meg az orosházi pusztába Zombáról előzött ereink, akik kitartottak hitük és meggyőződésük mellett. Követték Isten akaratát, és hátrahagyva falujukat, számos viszonttagságot legyőzve, 1744-ben eljutottak a török és tatár dúlást elszenvedő alföldi rónákra. Dávid Zoltán az évfordulóról szólva elmondta, az nem csupán emlékezés, hitvallás is. A múltban gyökerező jelenépítése és a jövő megalapozása iránti közös tenni akarás, a közös elkötelezettség tanúságtétele. Sehol a világon nem lehet olyan kenyeret enni, mint nálunk. A kenyérsütés annak idején majdnem, hogy rituális volt. A tiszta kötényt és a kendőt kötőasszonyok lisztet szitáltak, és előkészítették a kovászt. A kemény fizikai munkával megsütött cipóaljával aztán keresztet karcoltak, mielőtt megszekték. Becsülete volt a kenyérnek. Tápláléka volt a testnek és léleknek egyaránt. Ezt hozták magukkal eleink, ezt adták tovább gyermekeinknek, ez a mi örökségünk. A munka, a kenyértisztelete. A városvezető végezetül köszönetet mondott azon orosháziaknak, akik az élen járva példát mutattak, felnézhetünk és büszkék lehetünk rájuk. Beszédét követően a Gyulai Szakképzési Centrum Kossuth Lajos szakképzőiskolájának tanulói idézték fel orosháza múltját. Összeállításukban az újratelepítés előtti időktől indultak, és egyebek mellett szóltak a 16.-17. század történéseiről, a területet birtokló családokról, a másfél évszázados elnéptelenedésről. 1596-tól 1744-ig ismét lakatlan pusztává változik. Maga a község neve is csak a régi katolikus templom üledező falainak köszönheti fennmaradását. A fiatalok műsora után a hagyományokhoz híven átadták a kitüntetéseket. Orosháza városért elismerésben hárman részesültek. Alzubi Ali, az Orosházi Kórház sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa, Dér István mélyépítő technikus és Makuláné Gulicska Valéria, a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatóhelyettese. Hivatalosan átvette megbízó levelét Simonka György, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője április 26-án a Petőfi Művelődési Központban. A harmadszor megválasztott képviselő kitartó munkával hálálná meg a választópolgárok bizalmát. A létrejött térségi összefogásnak is köszönhetően készen áll a folytatásra délbékés fejlesztése és az itt élők életkörülményeinek javítása érdekében Simonka György. Az országgyűlési képviselő a választópolgároktól kapott bizalmat munkával hálálja meg. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Ott voltak a polgármesterek, azt tudtam nekik ígérni, hogy munkával fogom megszolgálni azt a bizalmat, amit kaptam az elmúlt időszakban. És nekem van vállalásom, az én vállalásom az, hogy dolgozni fogok, és erről a munkáról lépésről lépésre be is fogok számolni, és dokumentálni fogom a jövőben. Az újból megválasztott képviselő köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik érezve a választás tétjét elmentek szavazni, emellett családjának, kampánycsapatának és az aktivistáknak is köszönetet mondott. Megbízó levelét dr. Domonkos Istvántól, az Országgyűlési Választókerület Választási Bizottságának elnökétől vette át. Dr. Domonkos István elmondta, az egyéni országgyűlési képviselő választása jogszabályoknak megfelelően zajlott le. Az orosházi székhelyű Békés megye 4-es számú választókerületében a választásra jogosultak 66,6%-a ment el voksolni. Az érvényes szavazatok 45,1%-át Simonka György kapta.
Több Primus Inter Pares díjat is kiosztottak a Táncsics gimnázium alapításának 85. évfordulója alkalmából az elmúlt héten. Gabányi Géza lelkész után Szilasi Lajos matematikusnak, a világhírű Szilasi Poliéder megalkotójának, valamint Gulyás Olga szülész nőgyógyásznak a portréjával gazdagodott az intézmény örök dicsőség fala. Szilasi Lajost a város részéről Bojtor István köszöntötte, méltatva a professzor tanárként elért eredményeit, kérdezőművésznek nevezve az ünnepeltet. Kérdezőművésznek, tanárnak, nagy életűvel, mondok felfedezőnek, a vizualitás mesterének, akinek nevét az általa felfedezett világképű Poliéder is viseli, aki a matematika és a matematikusok kreativitását szimbolizáló, a vizualitás kérdéséig feszegető térplasztikákkal gondolkodhatja el közönségét, és aki szerint a matematika csodaszép, de ezt nem mondani, hanem érezni kell. Németh József, a Szegedi Tudományi Egyetem nyugalmazott professzora, a díjazott pályatársa és barátja is alátámasztotta mindezt. Beszélt az életüket meghatározó közös mérföldkövekről és arról, hogy Szilasi Lajos mindig szívvel lélekkel végezte a munkáját. Szeretnék a hallgatók is nagyon Szilasi tanár urat, de azért azt meg kell mondanom, hogy Szilasi tanár azok közé tartozott, akiket különösen később szerettek nagyon a diákjai. Akkor is nagyon, de azért nagyon szigorú tanár volt, de később viszont rengeteget ő kapott visszajelzést. Én is nem tudtam, hogy 3-4-5 év után vették észre, hogy mit jelentett a indításként az a szigorúság, az az igényesség a pályán. Mindezek okán ítélte oda neki az öreg diákok baráti köre a Primus Inter Pares díjat. Én a Páreszt hangsúlyozom. Én úgy érzem, hogy valóban én vagyok mindannyiunk közül. Mindannyian látják, hogy a kitartásnak, a munkának, a közösség szeretetének, az egymás szeretetének a eredménye az, ami egy-egy ilyen ünnepség alkalmával az ünnepet vezetelhet. Hát én ezt most vezeteltem. Úgyhogy köszönöm szépen ezt az ünnepséget. Szilasi Lajoshoz hasonlóan másnap ismét számos kolléga, barát, osztálytárs és tisztelő ünnepelt együtt, és köszöntötte az orosházával egész életében szoros kapcsolatot ápoló Gulyás Olgát a gimnázium aulájában. A laudációban elhangzott, rendkívüli teljesítmény áll az elismerés mögött, kezdve a Táncsics gimnáziumban elért kitűnő bizonyítványtól, a Szegedi Egyetemen megszerzett cum laude általános orvosi diplomán át, a kórházakban és az egyetemen végzett munkáig. Támogatja egykori iskolája tehetségeit, szervező munkájával segíti az intézményt, valamint a Vinculum Egyesületet céljai megvalósításában. A kapott elismerésről meghatódva beszélt, különleges kitüntetésnek érzi. Szerintem ez egy fantasztikusan nagyszerű esemény, és én igazán meghatódtam már akkor, amikor megtudtam, hogy én leszek a kitüntetett, és nagyon jó érzés együtt lenni régi barátokkal, ismerősökkel, és itt a gimnázium aulájában. Ahogy a Blahu igazgató úr mondta, ez egy nagy család. Gulyás Olga fotója 20-ként díszíti a gimnázium dicsőség falát. Javában zajlanak a tavaszi munkálatok orosházán. A héten a főtéren dolgoztak a város üzemeltetési ZRT munkatársai, az ilyenkor szokásos módon felkészítik a főtér medencéit, melyeket az előttünk álló hosszú hétvégén helyeznek üzembe. A hónap elején fogtak a város nyári felkészítésébe, akkor orosháza több pontján füvet nyírtak, fákat metszettek az orosházi város üzemeltetési és szolgáltató ZRT munkatársai. Ezen a héten újabb szakaszba léptek a karbantartási munkálatok. Ezúttal a főtéren a medencék alját tisztították, a szivattyúk javítását is elvégezték, illetve a világítótesteket is kicserélték. A Városüzemeltetési ZRT vezérigazgatója elmondta, hogy a legnagyobb kihívás elé a gépészeti karbantartás állította kollégáit. A víznek a kezelését azt el kell végeznünk ahhoz, hogy itt az algásodás az ne történje meg. Ennek pedig velejárulja az, hogy ezeket a medencéknek a vizét azt vegyszerrel kezelnünk kell, és ezek a vegyszerek tették meg azokat a hatásokat, amik a szivattyúknak, a főleg műanyag lapátainak, illetve öntvény lapátainak a korrodálásához vezetett, és ezt most már így 6 év elteltével lassan nekünk pótolni és cserélnünk kell. Megtudtuk, hogy az Árpád kertben található szükséges feladatokat is elvégezték. A vezérigazgató elmondta, hogy az előttünk álló hosszú hétvégén a főtér medencéit, annak mind a 128 csobogóját, valamint a Kossuth utcai szökőkutat is beüzemelik.
Orosháza önkormányzata rendszeresen biztosítja a lakosság részére az elektronikai hulladék és a sütőzsiradék ingyenes összegyűjtését. A soron következő tavaszi gyűjtést április 23-án rendezték. Újabb darabokkal szaporodik az e-hulladékok halma a polgármesteri hivatal udvarán. Az önkormányzat fontos feladatának tekinti, hogy rendszeresen megszervezze ezeket az akciókat, hisz az itt elhelyezett gépek már biztosan nem a kukák, konténerek mellett kötnek ki, vagy ami még rosszabb, valamilyen illegális lerakóban az árok partján. Reggel 8-tól a zárásig szinte folyamatosan érkeztek az orosháziak, hogy elavult, tönkrement elektromos háztartási gépeiket, összegyűlt sütőzsiradékaikat lerakják a városháza udvarán. Hát a sütőzsiradékot mostanában olajat már nem használunk, hanem inkább rendes zsírt, és ami eddig összegyűlt, azt elhoztuk. Autók csomagtartójából utánfutókról kerültek ki sorra a televíziók, számítógép monitorok, mosógépek, porszívók, hűtők, fagyasztóládák, de voltak, akik kézikocsin vagy egyszerűen a kerékpár csomagtartóján hozták a használaton kívüli kisgépeket. Délután 4-re már kis túlzással hegyén nőtt az udvaron a tévék, monitorok, mikrosütők, porszívók halma, és megteltek az olajos hordók is. Mi egy karcagi céggel végezzük ezt a munkát. A Biofilter Kft. Viszi el tőlünk a zsiradékot, illetve a sütőzsírt. Az elektronikai hulladékokat pedig egy elektronikai hulladékgyűjtő Kft. A karcagi cég szállítja el tőlünk, ők pedig ezt később hasznosítják. Az összegyűlt olajat finomítják, és kozmetikai alapanyagot, illetve bioüzemanyagot állítanak elő belőle. Az e-hulladék esetében a hasznosítható alkatrészeket beolvasztják, és újrahasznosításra tovább értékesítik, a nem hasznosítható részeket külön szelektálják anyagok szerint, és ártalmatlanítják. Az önkormányzat tavaszi akciója sikerre zárult, hisz több mint 8 tonna elektronikai hulladékot, és minden eddig itt meghaladó több mint 1000 liter sütőzsiradékot szállítottak el a két cég szakemberei. A német nemzetiségi önkormányzat április 23-a és 27-e között osztrák hetet szervezett Orosházán. Az egyhetes programsorozaton német nyelvű, kulturális és ismeretterjesztő programokkal várták a fiatalokat. A rendezvény alkalmából ellátogatott városunkba Ausztria magyarországi nagykövete is. Az osztrák hét keretében változatos programokkal készült a német nemzetiségi önkormányzat. Dr. Abonyi Lajos, a szervezet elnöke elmondta, a rendezvényekkel elsősorban az a céljuk, hogy a fiatalok valamilyen formában kapcsolatba kerüljenek a német nyelvvel. Van egy olyan közeg, amit mi meg tudunk szervezni, amiben az ifjúságot be tudjuk vonni, és ugye a célunk az, hogy az óvodától egészen az általános iskoláig, illetve a középiskola érettségéig egy olyan nyelvi programot segítsen elő a német nemzetiségi önkormányzat, amit a megyében más nemzetiségi önkormányzat ugye nem csinál. Szintén az orosházi német nemzetiségi önkormányzatnak köszönhető, hogy ellátogatott Orosházára Elisabeth Elizon Kramer, Ausztria magyarországi nagykövete. Azért jöttem ide, mert ma egy ünnepségen a Haruken családra emlékeznek, akik tevékenyen részt vettek a város megalapításában. Találkoztam a polgármester úrral és a német nemzetiségi önkormányzat elnökével, Abonyi úrral, aki az iskolával együttműködve egy osztrák hetet szervezett. Nagyon várom már, hogy a megnyitó ünnepséget lássam. A diplomatát Dávid Zoltán hétfő délelőtt fogadta. A nagykövet és a polgármester a Nagy Gyula területi múzeum kertjében április 23 harmadikán a Harukern emléktáblánál tartott koszorúzáson is részt vett. Bár a Harukern Ferenc emléke előtt tisztelektek, aki a 18. században újra telepítette Orosháza és környékének elnéptelenedett vidékét. Ezután következett az osztrák hét megnyitó ünnepsége, amelyet a Táncsics Mihály gimnázium aulájában tartottak. Az ünnepség díszvendége az osztrák nagykövet volt, ahol beszédet mondott dr. Abonyi Lajos, dr. Forman István, a német nemzetiségi önkormányzat második elnöke, valamint Kulcsár László, a Táncsics gimnázium igazgató helyettese. Az ünnepi beszédek után az Eötvös József katolikus óvoda növendékeinek zenés produkcióját, majd a Táncsics diákjainak német nyelvű irodalmi műsorát láthatták az érdeklődők. Az osztrák hét további napjain általános és középiskolás diákoknak szerveztek versenyeket. Térségi és országos népzenei minősítőnek adott otthont április 22-én a Petőfi Művelődési Központ. Több mint 40 hangszeres együttes és dalkör, valamint szólista érkezett elsősorban a Délalföldről, hogy megméresse magát és felmérje, hol tart a munkában.
Az intézmény a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is örömmel látta vendégül az érkezőket. A 41 fellépő névzenei együttesként, pávakörként, névzenei hangszeres együttesként, énekes és hangszeres szólistaként, illetve énekes és hangszeres csoportként minősülhetett. Körülbelül a létszám olyan 350-400 fő közötti. Igazából az ország több pontjáról is érkeztek, talán a legmesszebbről Vácról érkezett egy szólistánk. Itt a környékből? Környékből Tóth Komlós, Nagyszénás, Csorvás, Pusztaföldvár, Dombegyháza, hát ezek már ugye kicsit arrébb. A csoportok, valamint egyéni fellépők térségi, illetve országos minősítésre nevezhettek, és két szinten több fokozatot érhettek el. Mindenki a legjobb minősítést szeretné az adott kategóriában, amiben indul. Vannak első, első bálozóink, akik életükben először lépnek föl nagy nyilvánosság előtt, ők nagyon idegesek, tehát őket nyugtatgatjuk a színpad hátam mögött, hogy nem kell félni, nincsen semmi probléma. A Tóth Komlósi Tremoló Mandolin zenekarnak már nem volt szüksége ilyesmire, a két évvel ezelőtti kiváló térségi minősítés után ezúttal az országos szintet vették célba. Komlósi szlovák népdalokkal jöttünk, és egy Tisza csokorral, olyan népdalokkal, amiben a Tiszáról van szó. És miért pont mandolin? Milyen hangszer a mandolin? Egyébként nagyon szép neve van. Igazából nem népi hangszer, olasz országból származik, még Vivaldi is írt rá koncertókat, de népi zenét is lehet rajta játszani. A nagyszénási és a pusztaföldvári citera zenekarok szintén országos minősítésre érkeztek. Vajdasági, illetve tápai dallamokkal készültek, és nagy örömmel vettek részt az eseményen. Egymástól tudunk tanulni, tehát tájegységekre lehetünk figyelmesebbek, illetve egy-egy tájegység, amit az előadók előadnak, ha azt tetszik, akkor utána járunk, hogy na mi is volt ez, hogy is volt ez, és gyakorlatilag a látókörünk bővül. És ez mindenképpen minden citerazenekarvezetőnek, népdalkörvezetőnek, egyéni szólistának hasznos. A fellépőket háromtagú zsűri bírálta. Elnökként Birinyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke, zsűritagként Fehér Anikó névzenekutató és Alföldi Borús István, a Magyar Rádió Zenei Együttesének nyugalmazott zenei vezetője vett részt a munkában. Tóth László futó nagykövet április 16-án immár 5. alkalommal vágott neki, amint egy 600 kilométeres távnak, hogy népszerűsítse a mozgást. Csütörtök délelőtt Orosházán Dávid Zoltán polgármester fogadta. A megye futás állomásait mutatja Tóth László Dávid Zoltán polgármesternek és Bojtor István alpolgármesternek. A városvezetők április 26-án fogadták a futó nagykövetet és társait a főtéren, majd a Városháza kis termében. Tóth László elmondta, 4 évvel ezelőtt azért született meg az ötlet, hogy a fiatalok figyelmét ráirányítsa a rendszeres testmozgásra. Én azt tapasztalom, hogy HS-nek vannak visszajelzések is ebben kapcsolatban, illetve járok azért sokszor a megyében. Vannak futótársaim, futóismerőseim, baráti közösségek is kialakultak, főleg futókból álló baráti közösségek, és azt érzem, megtapasztalom, hogy van értelme, tehát van értelme szólni a fiatalokhoz is. Sok olyan fiatal van, aki már 4. éve velem tart a megyefutáson, és mindig jelentkezik, hogy én már itt voltam tavaly is, és örömmel láttam, hogy visszatér, és örömmel jön vissza, és azóta beszámol arról, hogy elkezdett futni, vagy ha nem is futni, legalább valami sportolni. Az április 16-tól 28-áig tartó 630 kilométeres akció során minden napja percre pontosan be van táblázva, napi 50 kilométert fut, akár esik, akár fúj. Felmerült a kérdés, hogy az akció a megye határain túlra is eljuthat-e, de a futónagykövet időhiány miatt egyelőre kizárta ennek lehetőségét. De szokták kérdezni, hogy itt van a szomszédos Csongrád, itt Hajdú-Bihar megy, esetleg nincs a kedvem. Igazából időhiány, egyelőre nincs több időm. El tudom képzelni esetleg későbbiek folyamán, ha úgy alakul, akkor benne lennék egyébként, én szívesen csinálnám ezt akár egész évben, hogyha lenne lehetőségem, meglátjuk. Mintegy 20 perces pihenőt követően indult tovább Tóth László Csorvás irányába. A megyefutás szombaton Békés Csabán ér véget. Híreink végén lássuk még egyszer a legfontosabbakat röviden. 19 kitüntetés, település alapítási ünnepség. Átadták a megbízó levelet, Simonka György megkezdte mandátumát. Országos népzenei minősítő több mint 40 együttes Orosházán. Ez volt az Orosházi Városi Televízió április 27-ig pénteki híradója. Friss hírműsorral kedden jövünk legközelebb, addig olvassák az Orosz Café híreit. Én munkatársaim nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további minden jót kívánok, a viszontlátásra!